Felgyorsítják az építkezési munkálatokat a Brassó melletti Vidombákon, hogy az itteni repülőteret utasforgalom fogadására alkalmassá tegyék. Ezt Georges Skripkáru, a város polgármestere ígérte egy sajtótájékoztatón. Skripkáru a Nemzeti Liberális Párt színeiben nyert mandátumot, ezúttal pedig független jelöltként kéri a szavazók bizalmát. A Brassó-Vidombáki repülőtér projekt a közlekedés fejlesztési terv része, így az rendelkezik kormányzati, illetve uniós szintű jóváhagyással is. A projekt létrejöttét Brassó városa mellett Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala, valamint Kovászna megye tanácsa is támogatja, tekintve, hogy a repülőtérhez nagyon közel található a háromszéki megyeszékhely is.